Kedves hölgyeim és uraim, a kisebbség ünnepe ez a mai, de valójában többségről beszélhetünk. Nem szabad elfelejteni, hogy a nagymarosiak több mint 50%-a sváb származású. Ők családunk, szüleink, nagyszüleink, akik kezétől az elmúlt századokban felvirágzott Nagymaros, dolgos életüktől épült, szépült a város. Kerteket műveltek, pincéket építettek, és kofahajók vitték egészen Bécsig Nagymaros ízletes terményeit, a szőlőt, őszi barackot, málnát, a bort, és még sorolhatnám. A nagymarosiak többsége, bár nemzetiségünk magyar, a kultúránk, helyi örökségünk javarészt sváb. Ezt az örökséget szeretnénk továbbvinni, a hagyományokat fenntartani, vagyis magyarságunk mellett a sváb kultúrát is szeretnénk éberen tartani. A nagymarosi sváb közösség 14 éves. A hivatalos német nemzetiségi közösség pedig 10 éves fennállása óta ünnepel ezzel a rendezvénnyel. Ez a szeptemberi svábpiknik igen jó hangulatú, városunk hírnevét is öregbítő, hagyományos összejövetel. Egyik fontos eleme azoknak a közösségi alkalmaknak, ahol a település apraja és nagyja vidáman és mulatva érezheti jól magát. De bizony vannak olyan alkalmak is, és ez nem ritka nálunk, amikor ez a közösség kőkeményen dolgozik egymásért. Védjük a dunapartiakat az árvíztől, és ha kell, mentjük a menthetőt a tűzvészben. Összetartó népek laknak itt. Dolgosak és becsületesek. Ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy 13 éve vezethetem ezt a várost. Azt kívánom minden lakosunknak, hogy a jövőben is legyen lehetőségünk békességben és egymással karöltve fejleszteni a települést, hogy az utánunk következők akár több száz évvel később is ugyanilyen szeretettel és büszkeséggel emlékezzenek az elődökre a majdani sváb pikniken. A rendezvényt mindenképpen a nemzetiségi hagyományok és kulturális értéke bemutatására szervezzük meg a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Én 10 éve, mint elnök, természetesen ebben a rendezvényben közreműködök, illetve vezető alakja vagyok és szervezője. Hogy miért is fontos ez Nagymarosnak? Nagymarosnak nagyon fontos, mert értéket teremt. Értékünk van azzal, hogy támogatjuk a civil szervezeteket, óvodát, iskolát, és értéket teremtünk azzal, hogy a hagyományokat jelen esetben, mint a mai napon is, megkívánjuk mutatni. Remélem, hogy mindenki megelégedésére. Ehhez a rendezvényhez kapcsolódik természetesen sok minden olyan, ami most egy újszerű, mégpedig arról szól, hogy ugye most már tudjuk, hogy a nagymarosiaknak a betelepítése az 1700 éveben megtörtént, a sávok betelepítése, nemzetiségi értéket képviselve. Igen, ám, csak most már tudjuk, hogy több nemzetiség is van Maroson. Ezért a mai rendezvény egyik blokkja lesz, hogy a nagymaros színességét megmutatva megmutassuk, hogy hányféle nemzetiség van itt. Tudjuk, hogy már most már van Székelyből, Székely,
svábok, és természetesen hát a sváb is magyar, tehát Magyarországon élünk, egységesen mindenki magyar, de a hagyományok, a nemzetiségi, az természetesen az mindenki hozza magával a gyökereivel, és a családi hovatartozását is megmutatva. Örömmel közlöm Nagymarosváros lakosságával, hogy ez a rendezvény mai napon is sikeres lesz, mind a 14 eddig, és remélem, hogy mindenki örömére és mindenki megelégedésre fogunk itt késő este a nagyon jó zenekarról, a sváb zenekarról, a Fúvós Együttes fellépésével, a nagymarosi gyerekek részvételével, a dunakeszi gyerekek részvételével, és nagyon-nagyon sok olyan gyerek műsorral, Marustán csoport, Blumentán csoport, és én azt mondom, hogy a Fúvós Együttes soha máskor, most se, senki ne hagyja ki. Nagymaroson nem is szokás. Nagyon örülök, hogy együtt lehetek a nagymarosiakkal legalább egy évben egyszer ezzel a Schwab Festen.